A résztvevőket Balai Zoltán polgármester köszöntötte, aki példaértékűnek és pótolhatatlannak nevezte a közgyűjtemények munkáját. Mint Káli Csaba fogalmazott, a jubileum arra is lehetőséget adott, hogy megismerjék a régióban működő levéltárak kiadványait. Úgy gondoltuk, hogy nem lenne méltatlan, hogyha az elődökre is emlékezve egy konferenciát szentelnénk ennek az alkalomnak, és nem csak az ünnepeltről beszélünk, hanem kicsit tágabb kontextusba helyezve a kérdést, országos, regionális, illetve a szomszéd megyék hasonló kiadványaira koncentrálva, mint egy nagyobb léptékben tárgyalnánk ezt a kérdést, hogy a vidéki műhelyek, az elmúlt évtizedekben, az elmúlt 50 évben akár milyen produktumokat hoztak a Színre, hogyan dolgoznak ezek a levéltárak. Az elmúlt időszakban nagyon fontos levéltári dokumentumokra és forrásokra épülő publikációk jelentek meg. A rendezvényen a jövőbeli irányokat, valamint a tudományos célokat is meghatározták. A fő kérdés az, hogy lesz-e olvasó, lesz-e érdeklődő, és ez alapvetően a fiatalokra vonatkozik mindig. Tehát a levéltárak végzik tovább a munkájukat, lehetőség szerint kicsit távol ettől a virtuális valóságtól, és írásban igyekszünk közölni az ismereteinket. Az elmúlt fél évszázadban kiadott kötetek a címertantól kezdve a paleográfián át számos társadalomtudományi és politika történeti tanulmányt tartalmaznak. Az Zalai Gyűjtemény idén megjelent, 86. könyvében, a 2022-ben rendezett Családtörténeteink című konferencia előadásait tették közzé.